Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Liberális Klub megjelent vendégeit és tagjait. Most rendhagyó módon azt kérem, hogy az elmúlt rettenetes nyárra emlékezve egy percre némán álljunk fel Heller Ágnes, Ungvári Tamás, Rajk László és Konrád György emlékére. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm Demszky Gábor főpolgármester urat. Én angol szokás szerint megadom a tiszteletet. Demszky Gábort ismerjük, jól ismerjük, sok oldalról jól ismerjük, de engem az érdekel, ha kimondhatom a születési évszámodat. Én nyugodtan kimondhatom, mert 12 évvel fiatalabb vagy nálam. 1952-ben született. Valamit az indulásodról, tehát azról az egészen fiatal korodról, ha mondanál nekünk néhány mondatot. Igen, tehát a szüleimről szólnék, akkor egyébként megírtam kétszer is a családtörténetet, egyszer a keleti évdemben, amikor az atyai ágat írtam meg, és egyszer pedig a saját önéletrajzomban, ahol mind a két ágról röviden. Tehát reform közgazdászok, ez azt jelenti, hogy ők mind a ketten az első Marx Károly Egyetem első évfolyamán végeztek, és utána pedig különböző pozíciókban közgazdászként dolgoztak. És az új gazdasági mechanizmus, tehát 68, az hozzájuk nagyon erősen kötődik. Anyám a pénzügyminisztériumban volt osztályvezető, és ő a végrehajtói szerepben megcsinálta azt, amit Nyers Rezsőjék és mások kitaláltak, és tulajdonképpen, amit én tőlük kaptam, az valami nagyon, nagyon erős üzenet. És ez pedig az, hogy az országon élünk. Tehát, hogy ebben az országban az történik, amit mi meg fogunk csinálni. Ez annak, ők nem voltak egyébként kommunisták, baloldaliak voltak, anyám igen későn belépett az MSZNP-be, apám nem, de alapvetően azért dolgoztak, hogy az életminőség javuljon, hogy apám úgy mondta, hogy minden nap kell tenni valamit azért, hogy a dolgok jobban menjenek. Nem voltak elkötelezett szocialisták, egyáltalán nem a rendszerben hittek, hanem abban, hogy egy kicsit piacosítunk, decentralizálunk, akkor javíthatunk. Ennyit talán a múltra. És minden este otthon, minden vacsoránál, 68 előtt és után politikáról volt szó, illetve annak egy leszűkített perspektívájáról arról, hogy a szovjet rendszerünk belül mit lehet csinálni azért, hogy kicsit lazább legyen, egy kicsit jobban éljünk. Úgyhogy otthonról hoztam. Értem. Gondoltam, a hagyóügyel kapcsolatban nyilatkoztál egyszer, választások idején történtek ezek a dolgok nyilvánvalóan, és hogy utánad is elkezdtek nyomozni, és azt nyilatkozod a végén, hogy hát a választás után ezt abba hagyták. Nem találsz-e valami hasonlót a mostani 2019-es állapotokhoz, mint ami akkor történt veled? Hát az egy sikeres karaktergyilkosság volt tulajdonképpen. Hagyó Miklóst annyira ítélték, amennyit már leült, Mestázi Ernőt pedig felmentették. Ez a végeredmény sok-sok év után, nem is tudom hány év után született ez mindent lezáró ítélet. És amúgy pedig, hát volt olyan nap, amikor el ne sértek nekem, mi történt az eljárás alatt, amikor bent voltak, hogy egész nap olyan módon vallották őket felváltva, hogyha valamit mondanak ellenem, akkor szabadok, ha nem, akkor a legcsúnyább dolgok várnak rájuk. Tehát kifejezetten az eljárásnak az igazi célszemélye az meggyőződésem szerint én voltam. Igen, nem sikerült, ha úgy tetszik, közvetlenül ebben az ügyben megvádolni semmivel, még meggyanúsítani semmit. Tanúként sem idéztek be,
de ezzel együtt a lejáratú manőver az sikerült. Ezt a mostani PIKU ügyel kapcsolatban kérdeztem tőled, ugye ott is rendőrség megjelent, lefoglaltak dokumentumokat, meg számítógépeket. Szerinted, ha Andris nyer, akkor abba hagyják ezeket a folyamatokat, vagy más módszerekhez fognak fordulni? Itt a tapasztalataidra vagyok kíváncsi. Hát nehéz a jövőbe látni. Én azt remélem, hogy a 8. kerületben nagyon szép eredménnyel nyerni fog. Ha úgy tetszik ez az ügy, amikor is ugye elérték ők azt, hogy a Pál utcai fiúk szobor csoportnál sok száz ember tüntetett Bélfikó Andrásért mellett, ezt másképpen nem nagyon lehetett volna. Tehát olyan, mintha megrendeztek volna mellett egy szolidaritási demonstrációt. Tehát ez nem fogott, ez nem hatott szerintem ez az eszköz. Ezzel együtt az elmúlt napokban a történései kapcsán nekem eszembe jutott, hogy az ellenzéknek ki kellene találni együtt, mármint azoknak, akik ilyen célszemélyek lehetnek, védekezési technikákat. És akkor mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. A demokratikus ellenzékben Rajk László, egyébként azért hoztam ezt el, mert ez az egyik zseniális borító, amit ő tervezett a 2004-es szemizat kiállítása. Sok tucat borító őrzi az ő emlékét egyébként, majd el fogom mondani, hogy miért tartom zseniálisnak ezt. Tehát Rajk László azt mondta nekem, hogy Gábor, a rendőrségen egy szót sem. Mindent felhasználhatnak ellened, vagy más ellen. És ő is, és én is így is tettünk, tehát ha kihallgatás volt, mi nem kooperáltunk. Hát olyannyira, hogy egy részben emlékszem, kihallgató tiszt kérdezett tőlem valamit, és azt kérdeztem tőle, hogy kicsoda ön, hogy kérdéseket tesz fel nekem. Most ez az a biblikus mondat, amikor leáll tehát az eljárás, tehát nincs tovább mit kérdezni. Tehát ilyesmiket ajánlok. Meg kell kérdőjelezni a legitimitását a rendszernek. Ezekben az eljárásokban nem szerintem minden alkalommal el kell mondani, ahol lehet, hogy ez karaktergyilkossági kísérlet. És mondanék egy konkrét példát, ez Karácsony Gergellyel kapcsolatos, nem a PIKU-val. Amikor őt elkezdték kamerával követni, és sőt, nyilván kuska mikrofonnal ráállva próbálták a hangfelvételeket készíteni a beszélgetéseiről, akkor szerintem azt kellett volna tenni, amit mi annak idején az ellenzékben tettünk, amikor a titkosszolgálat azért az egy keményebb ügy, amikor tudjuk, hogy ez itt most nem akármi, hanem ez a 3x3 vagy akárki, tehát maga a rendőrség az, ami jön utána civilben, hogy lefényképeztük őket és követtük őket. És ezek után följelentettük őket. Tehát amikor ilyesmit tapasztalnak, hogy valaki rájuk van állítva, azonnal, általában azt mondanám, hogy Karácsony Gergely ne járjon egyedül. Itt kezdődik az első. Tehát egyedül nem megyünk sehová. Tanulnak kell lenni. És az, aki bennünket kísér, kvázi idézőjelben mondom testőrként, az ilyen esetekben mozgósítja a barátokat, hogy itt egy autó, ez a rendszámi, ma kövessétek. És addig nem kell békén hagyni őket, amíg nincsenek azonosítva. És ezek után föltenni a netre a történetet, tehát megfordítani a történetet, ahol csak lehet. Ez egyébként szerintem lehetséges valamiképpen a Fehérház lehallgatás kapcsán is. Tehát aki szakértő, meg tudja mondani, hogy hol van vágva a szöveg, milyen technikával dolgoztak, stb. Tehát, hogy át kell venni ezekben az ügyekben a kezdeményező szerepet, és rájuk tolni az ügyet, amennyire lehetséges. Egy ilyen megfigyelési ügy, akkor valaki követi őket, és annak a beazonosítása annak a személynek, aki ezt teszi, az véleményem szerint többet ér, mint bármilyen védekezés és akármi ebben az ügyben. Eltelt azóta 30 év, vagy még több. A helyzet ugyanaz, pont erről akarlak téged kérdezni, hogy a helyzet ugyanaz,
vagy veszélyesebb, vagy kevésbé, vagy most egy olyan helyzetben vagyunk, az Európai Unió tagjai vagyunk, akkor a közösségi média rendelkezésünkre áll, bármennyire is nincs baloldali vagy liberális média, ugye egyáltalán nincsen. Mondanék egy érdekeset ezzel kapcsolatban, hogy mi az alapvető hasonlóság. Nem? Hát itt most egy, úgy írják le ezt a rendszert a szocialista diktatúrával szemben, vagy a szocialista rendszerrel szemben, hogy ez, ami most nálunk van, az egy posztkommunista autokrácia. Van, aki azt mondja, hogy diktatúra. Nincs nagy jelentősége, bár a szavak van, de lényegében azért nem egy nyílt diktatúráról van szó, hanem ezért jobb ez a Kornai-féle autokrácia fogalom. Mi a mi hasonló? Az, hogy a rendszerváltás megelőzte egy súlyos gazdasági, politikai, társadalmi válság, hogy összeomlott a rendszer. Na most látszólag ez a mai rendszer, ez nagyon erős. Hadd vágjak közben, egy egész világrendszer omlott össze akkor, igen. Ami most nincs. Igen, na most egy pillanat, nem egészen így van. Ha belegondoltok, hogy mi minden történik a világban most, három válságúca tudok azonnal mondani, itt kapásból nyilván van több is. Az egyik a vámháború Kína és az Egyesült Államok között, ami jelentős inflációt fog okozni, áremelkedéseket mindenütt, hiszen a kínai árukra kivetett vámot, azt végül is a valakinek, a fogyasztónak kell megfizetni. A második az öbölválság, és emiatt az energiaáraknak az emelkedés, ami igen súlyos, megint csak nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele ennek a nagyhatalmak Irán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok között kirobbant válságnak. A harmadik a Brexit, amiről végképp nem tudjuk, hogy a kimenetele mi lesz, és hogyan fog sújtani bennünket is, és Nagy-Britániát is. Tehát azt mondanám, hogy amikor a forint jelentősen gyengül, amikor az infláció jelentősen növekszik, amikor a gazdasági előrejelzések szerint jövőre már mérséklődik a gazdasági növekedés. Ezt én úgy jellemezném ezt a helyzetet, hogy lassan csúszunk bele a válságban. Tehát most, amikor csak Karácsony Gergőről és a önkormányzati választásokról beszélünk, akkor én azt mondanám, hogy bárki is lesz, remélem Karácsony Gergely lesz, Budapest főpolgármestere, annak tudnia kell, hogy egy ilyen helyzetben Budapesten mi a teendő. Tehát mi egyébként annak idején a taxis blokkád alatt kerültünk megválasztásra, vagy akkor egy párhuzamosan történt. Tudjátok, hogy mi volt az első intézkedés, amit összehívva a polgármestereket kértem? Blokkádok voltak a városban. És azt kértem, hogy a taxikat és a halottas kocsikat engedjék át. És ez így is történt. Tehát, hogy most egy ilyen válság esetén mi mindenre lehet készülni, azt nehéz tudni. De annak idején kitűnő tanácsadóim voltak, akik segítettek a válság kezelésben, többek között Barna Sándor, a budapesti volt rendőrfőkapitány és mások, és hogy szükség lesz, szerintem a következő ciklusban szükség lesz ilyen emberekre, nem kiszámítható ma még, hogy a válság az milyen, mikor válik nyilvánvalóvá, és mikor válik a gazdasági válság, politikai és társadalmi válsága, de bizonyos vagyok benne, hogy a tapasztalataink még, amiket korábban szereztünk, azt hasznosulni fognak. Vannak emlékeim nyilvánvalóan a régi időkről. Én azt mondanám, hogy az Állampárt 85-ös kongresszusán éreztem én először, hogy itt valami inog, valami nincs rendben, de ez a társadalomban is iskolaigazgató voltam már akkor is, érezhető volt, tehát sok emberrel találkoztam. Most is érezhető, éppen a barátnőnk mondja nekem, hogy most gyakran ül taxiba, és nem találkozik olyan taxisofőrrel, aki ne szidná a rendszert. De valahogy mégse érzem azt az általános társadalmi elégedetlenséget, ami hozzásegíthetné az országot egy változáshoz.
Akkor hát, 88-ban jobban éreztem ezt. Én úgy gondolom, hogy ebben a társadalomban sokkal jelentősebb, nagyobb rétegek azok, egy társadalomnak jelentős csoportjai, amelyek érdekeltek abban, az alacsony adók, az egyéb kiváltságok, a vagyonon való további osztoskodás lehetősége miatt abban, hogy a rendszer maradjon. Sőt, azt mondanám, hogy az is példátlan, hogy a legszegényebb csoportokat megvásárolják segéllyel és közmunkával és egyéb módokon. Tehát a rendszer ebből a szempontból, hogy tetszik, jobban föl van készülve. Ügyesebb. Arra, hogy igen, hogy kezelje ezeket a helyzeteket. Minden Budapesten fog múlni egyébként. Te mindannyiunknál jobban ismered Tarlós Istvánt. Tőled idézek, és 2010. június 1. Index interjú. Szó szerint idézett Demszky Gábortól, legalábbis ahogy az Index leírta. Nekik sincs esélyük önálló jelölttel nyerni, de egy több párt által támogatott külsős jelölt befuthat, mondott 2010-ben. Ezzel azt hiszem véleményt alkottam a Fidesz és az MSZP főpolgármester jelöltjéről is. Tarlós Istvánt és Horváth Csabát egyaránt tisztességes, tapasztalt politikusnak tartom, de kell, hogy legyen náluk alkalmasabb, és itt utaltál az LMP-re akkor. Megváltozott-e a véleményed 9 év alatt? Hát én nem szívesen beszélek az utódomról. Tehát én úgy gondolom, hogy ne segítsük őt azzal, hogy beszélünk róla. Tehát Tarlós az én számomra nagyon sokszor bizonyította azt, hogy ő egy kliens. Egy olyan rendszerben, amelyik arra épül, hogy kliens-patrónus viszonyok vannak. Mivel tudnám ezt igazolni? Ugye kötött egy megállapodást, ha jól emlékszem, tavaly a miniszterelnökkel, amely tartalmaz egy fejlesztési csomagot és a BKV rendbetételét és egyébeket. Hidat, mindenféle. És most erről a megállapodásról, aminek ez volt a nem szerződés, hanem ezt így hívták, így nevezték, kiderült, hogy ez nem két közjogi személy között kötetett, nem szerződés, nem hagyta jóvá egyik oldal sem, hanem ez egy megállapodás. Ez a klasszikus patronus-kliens viszony. Ez így volt a feudalizmusban és számos társadalmi rendszerben. Ez a patronus-kliens egyébként ez egy olyan fajta viszonyrendszer, amire társadalmak épültek évezeteken keresztül. Miről szól ez? Az egyik védelmet nyújt a másiknak és a patronus, és biztosítja a működésének a feltételeit. Különböző történelmi korszakokban ez más és más jelent, de a lényeg ez. A másik pedig a szolgálataival és az abszolút lojalitásával áll a patronus rendelkezésére. Itt is mi történik? Nem véletlen az, hogy az utódom az tiltakozott mindig az ellen, hogy őt be akarták Rogán vagy bárki alá sorolni és tenni, velük szemben mindig lázadt. De egy kritikus szót nem mondott a miniszterelnökről. Azért, mert az ő patronusa, az ő tartója, az ő igazodási pontja ebben a piramisban, hatalmi piramisban, melynek a csúcsán a miniszterelnök áll, ez ő maga, és ő ebben a helyzetben egyedül akar lenni. Tehát nem akarja, hogy közöttük bárki legyen, hogy ő közvetlenül, ez egy rangot ad neki, közvetlenül a miniszterelnök felel. Na most ezzel le is írtam egyébként azt, hogy mit gondolok róla a lényegét, és ez az oka annak, hogy az utódom belemegy olyan vagyonvesztésbe, ami a könyvekben kimutatható, Király Dávid, a Republikum szakértő, ezt 520 milliárd forintra becsüli 2010 óta. Valójában azt írja, egy nagyon jó cikk a Magyar Narancsban erről, megjelent két héttel ezelőtt, hogy 1000 milliárd lenne a vagyonvesztés, de mivel a négyes metrot aktiválták, így ezt mondja a szakzsargon, amikor a vagyont
beemelik a vagyonleltárba, és tulajdonná válik. Tehát 1000 milliárd helyett ezért csak 520. Mi tartozik ebbe a körbe? Az iskolák, a kórházak, amilyen semmilyen kártanítást nem kapott a főváros. És egy szót nem hallottunk, hogy ez akár járna. Hasonlóképpen a HÉV átadása. Igen jelentős vagyontárgy, átment anélkül, hogy kártanítás lenne. Hasonlóképpen a Városliget, Múzeumi negyed, nem hallottuk, hogy bármit a kormány fizetett volna. Azt mondja a kormány, hogy ez kiemelt beruházás, és a fővárosnak egy szava sincs ettől kezdve, tehát a törvény kizárja, hogy a főváros ezzel foglalkozunk. De ezen kívül a BKV. A BKV ügyében, ami a fővárosnak a legnehezebb ügye, legnehezebb problémája, egy nem finanszírozott vállalat, erre Székely Gábor tanított meg erre a fogalmat. Nem alul finanszírozott, nem finanszírozott. Ugyanis egyáltalán nincs meg a fedezetes, nem az amortizáció visszapótlásának, semminek. A BKV minden évben 10 milliárdos nagyságrendben hiányt termel, ezt a kormányok, már sajnos az előző kormányok sem pótolták, és emiatt úgy kb. 5 évente szanálni kell. Itt mi történt? 2015-ben a vizes VB kapcsán a Dagály fürdőjét cserébe kapott a főváros 52 milliárd forintot, amivel szanálta a BKV-t. Tehát felélte tulajdonképpen a főváros ezt a vagyont azonnal. Tehát itt mi a helyzet most? 32 milliárdot elértem, hogy adjon a kormány egy megállapodása a Bajnai Gordonnal 2009-ben, ehelyett ma 15 milliárdot támogatás. Nem halljuk az utódomat azt elmondani, hogy hát kérem szépen, nincs valami rendben, mert megint újra termelődik a hiány, idén 12 milliárdot kell beletenni a BKV-ba, plusz van egy 15%-os béremelési igény a szakszervezetek részéről, ami bármikor megjelent, manifesztálódhat, megjelenhet, tehát a BKV az egy nagyon veszélyes akna mező az új főpolgármester számára is, hiszen emlékszünk 2010 januárjában leállt a szakszervezeti követelések miatt, és hosszú időn keresztül nem jártak az autóbuszok, csak a HÉV. A szakszervezetek le tudják állítani, és ezt meg tudják tenni, ha ezt felülről kezdeményezik bármikor a főváros legfontosabb szolgáltatását. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a kliens befogja a száját. És ebben a pozícióban van most a jelenlegi. Amúgy, ha jól tudom, meg jól emlékszem, amikor harmadik kerületi polgármester volt, ott is arról híresült el, hogy rengeteg vagyonvesztés volt a harmadik kerületben, nem csak a nagyon elhibázott lakásmagánosítással, hanem egyéb vagyontárgyakat is eladott, és amikor arra rákérdeztek a Tarlósnál, hogy hát nem működtetni kéne a vagyont, mint kerületi polgármester, akkor ezt a kérdést szinte nem is értette. Tehát ő ezt csak tovább vitte, és nagyobban űzi, mint kliens. Hát alapvetően az a benyomásom, hogy nem tudja, hogy mi a feladat. Tehát, hogy nem, és erre ez nem csak az elmondottak a bizonyság, ami azért arról szól, ez tudja, hogy mit kell csinálni, de csak nem meri, hanem például nem csak a vagyonvesztés, hanem az, hogy ahogy a fővárosnak a nemzetközi presztízse csökken, nem csak azért, mert ennek a rendszernek a része, hanem azért, mert a nemzetközi szervezetekben nem aktív. Így rendkívül fontos szervezeteknek volt nem csak tagja, hanem nagyon magas presztízsű tagja a főváros, és erről nem hallunk. Világörökség, az UNESCO világörökség szervezettel nem vagyunk jó viszonyban, mivel ugye elfogadnak egy 120 méteres magas háztervet, ami tönkreteszi a budapesti panorámát, ők kifogást emelnek a Városligetnek a tönkretétele miatt és egyéb ügyekben. Tehát itt ebben a körben rossz bizott nyitványt a Budapest. De számos egyéb szervezet is van, és bankok, ahol közvetlenül kellene megjelenni a főpolgármesternek és tárgyalni arról,
hogy milyen hiteleket tud a főváros venni, fölvenni, amelyek sokkal kedvezőbbek a kereskedelmi bankoktól fölvett hiteleket. Tehát most, amikor eladósodunk, most nem az egyetlen lehetőség az OTP-hez szaladgálni nyáron, júliusban is fölvenni, nem is tudom, azt hiszem 19 milliárdot, hanem meg kell nézni, hogy mit tud kínálni a Világbank, az EIB, azok a szervezetek, amelyek sokkal kedvező feltételekkel adnak kölcsön. Tehát azt mondanám, hogy egy olyan emberről beszélünk, akinek nagy a kabát. Tudod-e, hogy amikor titeket a rendőrség követett meg, te Trabantból fényképezted a rendőröket, akkor mit csinált a Tarlós? Miért nem? Valami közműcégnél. IKV-nál volt. Aztán csinált egy céget a feleségével, és ez a cég az épületek felmérésével foglalkozott. Most néztem meg a Partizánnak egy videóját ezzel kapcsolatban, ahol elmondják a százdomáék, a harmadik kerületi SZDSZ elnök volt, elmondják a százdomáék, hogy roppant egyszerű volt, egy 100 lakásos házban 60 lakás ilyen, 40 lakás olyan. Tehát egyet felmért, azt felszorozta 60-nal, és 60 felmérést tudott eladni, de mondta is a Tarlós, hogy ebből ő meggazdagodott. Amikor jött a rendszerváltás, akkor nézte, hogy mi a népszerű, hát mi voltunk a népszerűek, ugye? És annak ellenére, hogy néhány évvel még letagadta, hogy tag volt, belépett. Tehát amikor Gáborékat üldözte a rendőrség, akkor ő akkor is jól élt. Igen, még annyit talán, hogy már rá szoktak kérdezni, hogy ő beszél idegen nyelven, és akkor azt mondja, hogy latinul. Hát latinul nem beszél az ember, hanem megfébulva. De hát, hogy mennyire erről szól ez a mesterség, én meggyőződésem, hogy legalább a munkaidő ágira nézek, legalább egyharmadában vagy felében angolul vagy németül beszéltem. Mert a helyzet ezt hozza, mert nem illik tolmáccsal, vagy hogy leminősít az embert, egészen másképpen kezeli. Tehát szükséges a nyelvtudás. És ezért én nagyon bízom ebben a fiatal generációban, melyik már nálunk sokkal jobban tudja ezeket az európai nyelveket, hiszen külföldön tanultak, és a nyelvismeretek szükségképpen hozzánk mérve, azok jobban. Nem csak egy főpolgármester, egy iskolaigazgató is, ha akart valamit, ugye abban az időben lehetett kapcsolatokat teremteni Nyugat-Európával, meg különböző projektekben részt venni, menni Birminghamtől Isztambulig, volt egy ilyen nagy projekt. Hát egy iskola igazgatónak is illet valamilyen szinten legalább angolul megszólalnia. Ismét Dembski idézet, mert fontos idézeteket hoztam magammal. A 24.hu, na ez egy éve volt. Igen. Hát egy szép mondat van benne, meg kell ölni a fenevadot. Ezt tetszett mondani, de folytatom. A fenevad maga a NER, amit parlamenti úton felszámolni lehetetlen. Mert megállok, lehetetlen? Hát igen. Elmondom egyébként, hogy ki a fenevad, vagy mi a fenevad. Ez egy bibliai utalás, Jeremiás könyve, ez a sátán. Tehát ez valamikor így fordítják, hogy fenevad. Tehát én valóban a NER rendszerét tartom a fenevad. És azért használom ezt az erős kifejezést, hogy jelezzem, hogy itt nem lesz olyan egyszerű elválni vele. Az első, azt mondanám, hogy ezzel együtt ez az egész helyi demokrácia szint, ez végtelenül fontos. Tehát a rendszerváltás valójában annak idején a négyidős népszavazás és a helyi választás, a tanácsi választás erősítette meg, vagy hozta el az emberek számára. Mert ezt hozta közel. Tehát amikor én szavazhatok a polgármesteremre, vagy szavazhatok a helyi képviselőmre, aki ott ül a testületben, és akkor én azt várom, hogy a ház fel lesz újítva, csatornázás lesz, működnek a szolgáltatások, jó az iskola. Tehát a legalapvetőbb... Jó közvilágítás lesz. Legalapvetőbb szükségletek
a családoknak, háztartásoknak ezen a szinten dőlnek el, tehát ezeknek a minősége. Tehát ez a magyarázat, ez, hogy milyen módszerekkel lehet itt jönni, hát erről én azt gondolom, hogy ma van egyébként 150. születésnapja Mahatma Gandhinak. És ezt azért mondom, mert a polgári engedetlenség az számomra is fontos fogalom. Ugye a fogalmat magát az nem ő alkotta meg, hanem Thoreau, egy amerikai író, aki erről hosszan írt a Walden című könyvében, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden erőszakmentes eszközzel meg lehet kérdőjelezni a rendszer legitimitását. És én azt gondolom, hogy ez ma is így van. Az én számomra ez a rendszer nem legitim, már az alkotmány sem. Az emberi jogok korlátozásait a sajtóügyben és egyéb ügyekben nem tudom elfogadni. Tehát az ezzel szembeni tiltakozás számtalan formája, amit még nem próbált ki az ellenzék, és itt most nem fogom elmondani, hogy mire gondolok, mert nem akarom a poént lelőni, nem csak a szemizdatra, vannak ennél erősebb eszközök. Ezt ki lehet próbálni, el kell menni a falig. Most, hogy mit jelent, hogy el kell menni a falig, ezt hadd ne értelmezzem én, mi elmentünk annak idején a falig, amikor Rajk Lászlóval kibiztosított revolvert fogtak ránk, hogy őjükből rendőr autóval, mert nem nagyon akartunk, akkor mi ott voltunk a falnál, vagy a mondhatnánk számos ügyet. Tehát itt azt gondolom, hogy léteznek olyan erőszakmentes eszközök, amelyek alkalmazhatók azon túl, hogy helyben választásokat kell nyerni. De például a szakszervezeti sztrájk eszközével még nem nagyon értek nálunk. Kevéssé, nagyon kevéssé. Ez is egy erőszakmentes, civil engedetlenségű forma, hogy csak egy klasszikus eszközt említsek. Értem. Nos, 20 év elég hosszú idő. Én iskolaigazgatóként végigélveztem ezt a 20 évet, de akkor volt ugye helyi önkormányzati iskola, ami nem tudom, hogy neked olyan gyereked, unokád van-e, aki most magyar iskolába jár, magyarországi iskolába jár. Unokád van. Jó iskolája van? Jó iskolába jár? Hát a lányom sokat tesz azért, hogy jó iskolába járjon, de ha abba járni kellene mennie járni, ami a faluban van, Karácsondon. Karácsondon. Igen, akkor ezt nem mondanám. Tehát ő bejár Gyöngyös-Esi iskolába. Értem. Nos, amikor... Én boldog vagyok, hogy nem vagyok most már tanár, csak nyugdíjas, és nem kell élveznem ezt, hogy hát az iskolai igazgatók csak adminisztrátorok tulajdonképpen, vagy a központi hatalom akaratának a végrehajtói. Lesz-e olyan feladata, vagy lehetősége, hogyha Budapestet megnyerjük, hogy valamilyen módon, ugye ez törvényben van, hogy az iskolákat, egészségügyet államosították. Lesz-e olyan lehetősége Budapestnek, hogy visszakövetelje és eredményesen visszakövetelje az intézményeit? Hát én azt gondolom, hogy ez a leges, legfontosabb feladat, tehát az egész intézményrendszert és ágazatot visszakövetelni, és ebből a szempontból erőt az jelenthet, ha nem csak Budapesten, hanem számos megyei jogú városban és városokban és településeken győz az ellenzék, akkor együttesen nagyon, nagyon nagy nyomást tudnak gyakorolni. És én ebben bízom. Röviden ezt mondanám. Amúgy pedig, ha ez nem sikerül, akkor is minden lehetséges utat végig kell gondolni szakértőknek arra, hogy hogyan lehetne mégis iskola Budapesten, úgyhogy az törvényesen működhet. Csinálni egy párhuzamos iskola rendszert? Hát én nekem minden elfogadható, ami működik. Abban részt veszek 80 évesen is. Igen, itt hát külföldi alapítású iskolákra gondoltam. Igen, gondoltam. Nos, nem lesz könnyű dolga Gergőnek, hogyha nyer.
itt kimásoltam magamnak, hogy 2002-es választások után te milyen képviselőtestülettel dolgoztál együtt. Elmondom, 24 MSZP-ssel, 21 Fideszessel, 16 SZDSZ-essel és 5 MIÉP-essel. Mesélnél erről, hogy lehetett itt határozatokat hozni, hogy lehetett elfogadtatni? Az MSZP-nek a politizálás az igen érdekes volt, és ez nem csak, nem csak erre a ciklusra igaz, amit mondok, hanem általánosságban. Én nekem leginkább azt tűnt fel már 1990-ben, hogy nem úgy viselkedett az MSZP, mint egy baloldali párt. Tehát amikor hajléktanügy volt napirenden, vagy egyéb klasszikus szociális ügyek, akkor az SZDSZ ment előre, az SZDSZ-nek voltak szakértői soronán őket, Iványi Gábor, Győri Péter, Bognár Szabolcs, és akkor csak a legismertebbeket mondom, Solt Attila, aki szintén külső szakértőként készített, és mi dolgoztunk ki minden javaslatot. Tehát az MSZP az úgy viselkedett, mint egy ilyen hatalmi hálózatot fenntartó, igazából hatalomorientált párt, amelyiknek ez a karakter, ez a baloldali karakter igen megkopott, ha egyáltalán korábban volt neki. Ez engem meglepett. Azt gondoltam, hogy ezekben az ügyekben partnerek voltak, de nem voltak ellenünk, de valójában ezek az ügyek, ezek elmentek. Ez egy komoly kritika, amit most mondok, de én azt hiszem, hogy az MSZP nem találta meg az identitását valójában. Tehát nem igazán hiteles baloldali párt. Többek között ez az első probléma már a megalakulása óta, de hát a vagyonátmentési kísérletek, az irat, tehát a titkosszolgálatok kezelése, a hatalomátmentés ezen a módon, ezek mind azt támasztják alá, hogy az MSZP az egy, hát nagyon kötődik az állampárthoz, nagyon kötődik a módhoz. Na most, ők azonban kicsik voltak, azt hiszem három képviselőjük volt talán az első közgyűlésben. A 2002 után többen, mint ahogy te mondod, akkor már jóval többen voltak, hiszen a 94-98-as időszakban már abszolút többségük volt országosan. Én azt mondanám, hogy, és ezt tanács talán a főpolgármesternek is, hogy ne a pártokkal dolgozzon, és ennek van technikája. Tehát, és elmondanám, hogy ez miből áll. Föl kell állítani egy főpolgármesteri kabinetet, amiben olyan kitűnő elmék vannak, akik vagy, és akkor ezt csak szándékosan mondom, nem az IQ-ra akarok hivatkozni, hanem vagy arabul tudnak, vagy kínaiul, vagy mind a két nyelven, vagy egy matematika PhD-jük van, és hát szóval eléggé ott vannak, és ez a kabinet, amit az én időmben Kemény István vezetett, aztán Akkár János vette ezt át, Láng László, ez az, amelyik az összes előterjesztést, amit a hivatal készít, ez egy óriási hivatal, 1200 hivatalnak dolgozik ott, tehát egy hatalmas szellemi potenciál, hogy tetszik, van ott jelen, csak hogy ők reformokban nem jók, ők végrehajtásban jók, ehhez szoktak. Nem nagyon hallottam a 20 év alatt kivitelezhető reformjavaslatot, ami tőlük jött. Korrekciót igen, de alapvetően új gondolatokat nem. Honnan jönnek az új gondolatok? Hát egyrészt a pártoktól, ugye a pártoknak programjai vannak, többé-kevésbé kidolgozva, általában kevésbé. Tehát azért, mert nincsenek megfelelő szakértőik, meg nincs erre pénzük. Tehát ez nem olyan egyszerű egy tömegközlekedési koncepciót, vagy egy hosszú távú stratégiát kidolgozni. Ehhez külső szakértelem kell. De hogy jutunk el oda? A hivatal maga az előterjeszt valamit, ezután az én esetemben az történt, hogy a kabinetnek ezek a igen felkészült, igen
hogy is mondjam? A fejek. Hát a tudós emberek szemben a bürokraták. Tehát ez volt a lényegében a párbeszéd. Így ez közöttük zajlott. És tehát elkészítik a javaslatokat, a kabinet tagjai elolvassák, véleményezik, és fölteszik nekem a kérdéseket, hogy én mit kérdezzek a ügyosztályvezetőktől, mert hétfőn egész nap tanácskozunk. Hát arra általában úgy készült olyan 3-4-500 oldalnyi anyag, amit hétvégén hazavittem a gyerekek nagy bánatára, vagy nem játszol velük. Azt olvasgattam szó szerint, miközben ők a földön játszottak. Tehát ez az anyag a főpolgármester számára kezelhetetlen. Nem lehet 500 oldalt olyan területeken, amelyeket nem ismer jól, hanem szakértője igazán érdemben megítél. Ezért kell a kabinet, akik ha nem értenek hozzá, akkor kiadják további szakértőt. A vége sok órás vita után az, hogy ügyosztályvezető dolgozd át az anyagot. Van rá két heted, egy hónapod, két hónapod, és itt van a 10 kérdés, amit meg kell válaszolni. De ez hát természetesen egy interakcióban történik, tehát amit meg tudnak válaszolni, arra nem kapnak feladatot, de általában nem tudják megválaszolni. Ez volt a tapasztalatom. Na most szerintem ez elengedhetetlen. Tehát amikor bemegy valaki, aki új egy hivatalba, ahol egy óriási apparátus alá szemben, plusz ott van a közgyűlés, ahol a politikusok mondják a magukét, aminek vagy van értelme, vagy nincs értelme. Én általában kevéssé vettem részt ezekben a vitákban, szóval biztos voltam, amikor volt, de nem ott tanultam a szakmát. Tehát nem máshonnan tanultam a szakmát. Tehát ez elengedhetetlen kell. A másik dolog, amit ugyancsak a legelején meg kell csinálni, az a magisztrátus. Ez Konrád Györgynek volt a javaslata. A magisztrátus az jeles tudósokból, írókból, művészekből állt. 30-40-en voltak a tagjai. Asher Tamás, Komoróczi Géza, Hanki Selemér, Lengyel László. Szóval nagyon nagy nevek, és velük vitattam meg legelőször azt, hogy mi a teendő. És ez olyan két évig működött, amíg meg nem mondták, és időnként fel is kértük őket, hogy tartsanak előadásokat különböző témákban, például Hank is tartott, Lengyel Laci is tartott. De az ötlet az a Konrád Gyurié volt, aki azt mondta nekem, hogy nehogy már egyedül álljál ott mindenkivel szemben, hát kell a városnak sok arca, mikor legyen, méghozzá olyan arcok, akiket az emberek szeretnek, elfogadnak, ismernek, máson a tekintélyük van. Ezek megemelik a városházának a presztízsét. Ugye ezek mellé állnak, hát akkor ez már biztos nem lehet, nem olyan hülyeség, amit csináltok. Tehát ez nagyon jól működött, olyannyira, hogy a képviselők közül, nem mondom, hogy kicsoda, egy fideszes, az a szemembre vetette, hogy merem én a budapesti elitet ilyen módon használni, hát itt vannak ők, hát ők a testület, elvonom a hatáskörüket. Jó, fegyelmet nem akartak emiatt indítani, nem, bár ez mondjuk a frakcióvezetőknek még ez is tetszett volna, de mindenesetre féltékenyek voltak arra, hogy itt vannak emberek, akik nekem fontosabbak, mint ők. Nem velük ülök le, osztani a lapokat és megegyezni, hogy melyik igazgató, melyik pártnak a jelöltje legyen, ugye ahogy ez klasszikusan ma megy, hanem vannak emberek, akik függetlenek mindannyiunktól és szabadon beszélnek. Ez a két javaslatom van, a harmadik a stratégiai tervezőcsoport, amelyiknek ki kell dolgoznia egy hosszú távú városfejlesztési koncepció. Például, most egy példát hadd mondjak, ugye a kormány elkötelezte magát a Galvani híd mellett. Miért? Azért, mert lopakodó olimpiát akar, egyszer már nem merte ugye továbbvinni, meg akarja teremteni az infrastruktúrális fejlesztéseket, a feltételeket a Sziget csúcson, és utána építeni a stadionokat. Egyébként ez, hogy előbb megépíteni az infrastruktúrát, és utána belekényszeríteni a várost
egy bizonyos döntésbe. Az annak idején Budapest városegyesítése kapcsán is így volt. Tehát Budapesten ugye volt 1873 előtt három önkormányzat, Budapest és Óbuda. Ezek nem akartak egyesülni. Mit csinált András és a közmunkák tanácsa? Elkezdte építeni a rakpartokat, a hidakat, döntéseket hoztak, és amikor ezek megszülettek és részben megépültek, akkor megkérték már ezeket az önkormányzatokat, hogy mondják már ki a városegyesítést, amit kimondtak. Akkor már úgyis egy város. De ha már úgyis egybe, ha összetartozik, ha összenő, ami összetartozik, hát akkor én egy ilyen taktikát sejtek itt a... Mecsoda különbség azért. Igen, hát csoda számban mentem itt. Ők megcsinálták Budapestet. Na most itt, ami az igazi kérdés, az az, hogy a következő Dunahíd délen hol épüljön. Erről volt egyszer már egy 4 éven át tartó vita. Amikor is a Lágymányosi híd lett, de akkor a főváros 2 hídat akart, egyet délen, amit a szakértők jónak gondoltak, és belement ennek fejében a Lágymányosi hídba, amit rossznak tartottak, mert túl közeli, és emlékszem, Miklósi Banda azt mondta, hogy olyan a város szerkezete így, mint a parkába harapó kígyó. Tehát bezárja magát itt Budapesten, és nincs lejárat. És ez beigazolódott sajnos teljesen, hát ha megnézitek a Lágymányosi bevezető, úgyhogy mind déli irányba mennek, és nincs folytatás. Hetente tapasztalom. Borzasztó. Tehát ez nem, az a híd, az valóban nincs jó helyen, nem azt kell tudom a következőként építeni. De most egy óriási nagy kérdés az, mert egy híd az mindent átrendez. Tehát a hídhoz rendelődnek ugye a körútak, a sugárútak rendszere, az egész közlekedési hálózat. Tehát valószínű, ahogy én a vitákból emlékszem, ezek régi viták, azért 30 éves viták, az Albert-Halvai híd az jobb, mert nagyobb területet tár fel, és nem csak a sziget csúcsot szolgálja ki, hanem Csepelnek egy sokkal nagyobb területét, és délebről indul, tehát hamarabb elterüli a forgalmat, nagyobb, levesz nagyon nagy terveket a belvárosról, ez a cél. Tehát ezt mondanám, stratégiai tervezőcsoport, például mi legyen Budapest közlekedésével, akkor mindjárt mondanám, hogy meg kell bízni a Városkutatás Kft-t, hogy újra nézze meg ezt a dugódíjat. Annak idején az Európai Unió többek között ezzel a feltétellel adta a 75%-os támogatás 180 milliárd forintot a metró megépítésére, hogy mi egy sor dolgot megcsinálunk. Levesszük a 7-es buszcsaládot, persze ne legyen szennyezés, dugódi két sávos a Kossuth-Lajos utca és a Rákóczi utca, sok-sok mindent mondtak, és nekem mindig nagyon jól emlékszem annak az ügyosztálynak a vezetőjére, aki a Brüsszelben rendszeresen találkoztam, azt mondta, hogy Gál, egyet érts meg, mi nem metrót építünk, hálózatot fejlesztünk. Mert ez a metró magában véve semmit se ér. Rá kell tenni a parkolása, az egyéb vonalas létesítmények, a kapcsolatok, azt kell rá tenni. Azzal együtt ér valamit. Erre adunk nektek pénzt. Nem egy vonal önmagában. Mindig. És ezért kellett szerződés. Mindig arról ábrándozom, hogy a Rákóczi út is olyan lesz, mint a Mária Hilfelstrassze egyszer. Én is. Úgyhogy akkor közösen álmodunk. Én meg akartam volna csinálni, hogyha azért írtam alá. Nagyon bölcsek volt ezeket. Végezetül azt mondod, hogy volt neked egy bölcsek tanácsa. Így van. Ugye hangkisékkal, meg egyebekkel. Most én nem látom ezt a bölcsek tanácsát. Én sem. Itt fölírtam 3 értelmiségitől, hozzánk kötődő értelmiségitől néhány idézetet, Gazsitól, Tabás Gáspár Miklóstól, Pető Ivántól, Konrád Györgytől. A Konrádét szeretném még elmondani itt a végére. Ismeritek valószínűleg, de azért jó, ha itt van ez az idézet. Értelmiségi az olyan ember, akit az igazság érdekel, és nem a hatalom. Politikus az olyan ember, akit a hatalom jobban érdekel, mint az igazság. Ez nekem nagyon fontos idézetem Konrádtól. És még egyet idéznék most már Demszky Gábortól itt a végén. Azt mondtad, hogy én tudom, hogyan kell győzni.
tessék szíves lenni átadni nekünk ezeket a... Nem is nekünk, hanem a jelöltjeinknek ezt a tapasztalatot. Hát igen, de más idők voltak, tehát azért nehéz a maival, mai helyzetet összehasonlítani az akkori. Én 8 választáson indultam, és 8-szor győztem, és nem veszítettem. Tehát azt nem indultam olyan választáson, amit elveszítenék. Ezt így is mondhatnám. Tehát a legelső, még az volt a problémám, hogy nyerek, de utána mi lesz? Másnap. Emiatt nem is akartam indulni. Tehát az történt, hogy az ügyvédi testület miután Polonyi Károllyal építész kitűnő urbanistát nem támogatta, Pető nem vállalta, magyar ugyancsak nem vállalta, ezután Kis János, Kőszeg, Rajkóczi azt mondták, hogy legyek én. És az volt a válaszom, hogy hát drága barátaim, én megnyerem, ez nem kérdés, mert akkor az SZDSZ nagyon jól áll. Tehát az SZDSZ akkor érte el az egész történetének a legjobb eredményét, hamar kiábrándultak az Antal kormányból, és jött a taxis blokkád, és ez kifejezte ezt a kiábrándulást, és hát abban az időben volt ez a választás. Hát igazából mi ilyen eredményt, hogy ez a 22 kerületből 19-ben szabaddemokrata polgármester. Kettőben fideszes. Egyetlen egyben volt MDF-es. Miután az MDF kormányzott. Úgyhogy ez egy... Meg is bukott. Igen. De hát nekem az volt a problémám, hogy én nem értek ehhez. Tehát tanultam ugyan a jogon, hogy mi a tanács. Voltam is gyakorlatom 22. kerületben egy hónapig. Harmadévben. Ezen kívül, amikor végképp nem volt állásom, mert tüntetést szerveztem 72-ben, és ez végigkísért az egész életemet, hogy nem vettek fel sehova dolgozni, akkor elmentem építésrendésznek a második kerületbe, és ott nekem kellett volna lebontatni a engedély nélküli házakat, tehát egyet sem tudtam lebontatni, szóval hamar ott hagytam őket. Tehát igazából nem volt csak... Tehát szociológusként elég sokat tudtam arról, hogy milyen az ország, meg milyenek a községek. Budapestről is valamit, mert Berkovics Györgynek a kutatásában dolgoztam Újpesten, és ott szerencsére sok tucat interjút készítettem, meg szociográfiát írtam. De ezzel együtt tudtam, hogy ez olyan hatalmas mennyiségű tudásanyag hiányzik. Nem tudom, nem is mondom. Hogy azt mondanám, hogy egy dolog biztos, hogy nem egy ciklusra kell tervezni a kirtja. Egy ciklus alatt nem lehet megcsinálni semmit. Kell 3-4 ciklus. A második, hogy az első naptól az utolsóig tanulni kell. Tehát én, szóval naponta, Ági talán megerősítheti, 100-200-300 oldalt olvastam. Le is romlott a szemem. Tehát, hogy igazából ez egy folyamatos tanulási folyamat, amiben az a nyerő, aki többet tud. Mert az azt is tudja, amit nem tud, és ráadásul rátesznek, mert bíznak benne az emberek, hogy ez meg fogja oldani azokat a dolgokat, amiket a másik nem tud. Tehát itt mással ez a mai ellenzék nem rendelkezhet, mint ezzel a tudás fölénnyel, ha ez megvan, és ez megszerezhető. Tehát szerencsére azért az értelmiségnek a igen jelentős része ma az ellenzék mellett van. Tehát ha én abban bízom, hogy egyszer ez most sikerül, és akkor utána már hozza a többit, magával hozza, annak szívesebben mennek be az irodájába, aki már hatalomban van, és nem hiába súgnak a fülébe, hogy most mit is csináljál, meg írnak le 3-4 oldalakat, hogy mit is lehet. Mondanék egy példát még erre, Kemény István, igen tisztelt szociológus professzorom, szerintem az egyik legnagyobb Európában, Szelényi mellett, akik nem messze tőlünk, Szelényi Iván mellett. Őt felkértem, hogy vezesse a kabinetet, boldogan elválta, bejött. És az egyik ilyen beszélgetésünkre emlékszem, azt mondtam neki, Pista, figyelj ide, kell egy rövid koncepció arról, hogy hogyan privatizáljuk a közműveket.
borzasztó nehéz ügy, nem a szokásos privatizáció, nem ugyanaz, mint egy kereskedelmi vállalat, vagy hasonló. Hát ez közügy. Tehát ez egy közszolgáltatás. Kérdezte, hogy mennyi idő van, elmondtam, hogy nincs, 10 nap, 2 hét. Megjelent 2 hét múlva, és azt mondja, Gábor, itt van 5 oldal. Én mindenkivel beszéltem, itthon, világban, stb. Össze van foglalva, 3 változat van, de ne is olvasd el mind a 3-at, az elsőt javaslom, ezt is követtük. Hirdessétek meg, és adjátok el a kisebbségi részvénytulajdon, tehát maradjon meg a fővárosi álló részvénycsomag többsége, a nagyobb paket, de adjatok hozzá menedzsment jogokat. Miért? Azért, mert így tudod behozni azt a menedzsment ismeretet, ami egyébként Budapesten nincs meg. Tehát így is hirdettük meg a cégeket. Nagyon nagy verseny volt a vízművek, gázművek, csatornázási művek esetén. Ennek eredményeként szerintem jó partnereink voltak. Voltak a szerződésben hibák, szerződéssel együtt adtuk el. Tehát, hogy a privatizáció szerződés az része volt a tendernek, ez egy fontos technológiai kérdés valójában roppant fontos, mert tudtuk, hogy milyen feltételekkel mellett lesz tulajdonostársunk. És ez a bevétel, ami ebből származott, ezt tette lehetővé a túlélést 98 és 2002 között, amikor az Orbán kormány nekiért kiszállítani Budapestet, a személyi jövedelemadó, helyben maradó részét lecsökkentette, semmire nem adott támogatást, beadtunk pályázatokat teljesen hiába, de volt pénzünk, és akkor itt mondom az utolsó dolgot, amit nagyon fontosnak tartunk. Budapest főpolgármestere nem lehet az ellenzék vezére. Tehát olyan horderejű és olyan súlyú feladatok kerülnek hozzá, amelyek önmagában azt lehet mondani, hogy teljes egészében a működését kitöltik. Tehát, és ennek bizonyítania kell. Nem csak működtetnie kell Budapestet, hanem építeni. Meg kell tudni, hogy mire kap az Európai Uniótól közvetlenül a kormány kiiktatásával pénzt. Mire kap kedvező hiteleket a Világbanktól és az EIB-től. Tehát építeni kell a várost, mert egyébként a teljesítményét az emberek nem a szavain fogják lemérni, hanem a tetején. Az, hogy hogyan változik a város az ő ideje alatt. És erre kell koncentrálni. Ebben nem fér bele az, hogy ő ezzel együtt az igen töredezett sokféle ellenzéknek a tevékenységének az összehangolásával, a stratégia alkotással, vagy nem tudom mivel foglalkozik. Ő a közszolgálat. Ez pedig nagyon határozottan a törvény megmondja, hogy ez mit is jelent, és itt ezt a Max Weber értelemben vett. Magyarul minden budapesti ügynek, az az övé. Ha fideszes, ha nem fideszes, ha szoci. Főpolgármester úr, nagyon szépen köszönjük. Reméljük, hogy tanulságul szolgál majd azoknak, de nem véletlenül tettem én ezt október elejére, hiszen alig néhány nap és itt az önkormányzati választás. Bízom abban, hogy az önkormányzatiság fog győzni, mert az önkormányzatiság most pillanatilag nagyon a padlón van. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.